Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon újra videó van, ahogy látjátok. Hogyha nem láttátok, lehet, hogy láttátok, a múlt héten kimaradt, tegnap is kimaradt a videó. Több minden dolgot kellett elintéznem, csinálnom az elmúlt egy-két hétben, de végül is nem azért nem volt videó, azért nem volt videó, ugyanis nem tudtam, hogy mit filmezzek. Nem tudom, hogy ti vagytok-e vele úgy, vagy nem, vagy néha. Közben bejött a Davis. Szervusz, mi a helyzet? Amúgy meleg van. Éppen a pénzét számolja, van neki, vagy mennyi 70 centje. Oda néz. Itt vagy, nem, 60 centje. Itt egy 10 centes, itt egy 50 centes. Mi csinálsz? Te ásóval ásod a pénzt? Yeah. Yeah. Nyuszi. Amit akartam mondani, nem tudom, vagytok-e így vele, vagy nem, hogy szerettek valamit csinálni. Például szerettek sportolni, és mentek mondjuk edzésre, de úgy döntöttek az egyik nap, hogy ma nincs kedvem, úgyhogy ma nem megyek el, majd holnap sem észel, meg azután se. Vagy én így voltam a videózással, gondoltam, hogy vagy videózok valamit holnap, de aztán nem volt időm se, aztán meg kedvem se, és így a végén nem lett semmiből, az egészből semmi. Előtt a hétvége is nem volt videó. Most is ugyanígy jártunk tegnap is, de mondtam, hogy ma filmezek. Ami ma megint nem más fogok csinálni, mint a hajóhoz fogok menni, és ugye rettentően szeretek járni a hajóra. Ugye a másik dolog meg az, hogy mostanában ugye több a hajós videó, és lehet, hogy sok embernek nem tetszik, lehet, hogy tetszik, na mindegy. Csak érdekesebbnek találom én azt, mintha mondjuk itthon ülnénk és semmit csinálnánk, csak ilyen megszokott, unalmas dolgokat. Na mindegy. Úgyhogy ma megyek a hajóra, meg fogom tisztítani a zaját, és ugye meg kell tisztítani a zaját. Gyere ki az ágyalók, Muki! Davis! I'm getting the coin. Bement a pénz az ágyalá. Mégis azt fogjuk csinálni, a Lucas a szüleimnél van, lehet, hogy még alszik, lehet, hogy nem, úgy van, hogy lehet, hogy eljön, lehet, hogy nem. Lehet, hogy apukám is eljön, lehet, hogy nem. Tegnap elmentünk a családdal, ma nem jönnek. Jaj, de jó! Találtál sok pénzt. Ugyanis ma le kell mennem a víz alá, viszem a gumiruhámat, és meg fogom tisztítani ugye az alját. Nem veszem ki a vízből, általában kiszoktam a hajót venni a vízből, hogy megtisztítsam az alját, de most bent hagyom, és viszem ezt a... mutatom. Majd ott a hajom inkább megmutatom ezt a jet kis ruhás, ezt, na mindjárt, ma megmutatom. Úgyhogy szedem magamat, aztán megyünk először, és felhívom apukámat, megkérem, hogy alszik-e még. Hogyha nem veszi fel, akkor biztos, hogy alszik, hogyha felveszi, lehet, hogy akkor is, akkor még már nem alszti, de lehet, hogy aludt. Na mindjárt, ma meglátjuk, amúgy 8 óra 27 perc van. Úgyhogy nem tudom, meddig alszik. Ma vasárnap van, hogy mi nálunk is. Elindultam, összeszedtem magamat, úgyhogy most emelk apukámért. Felvesszük, ami 31 fok van, képzel el, én 8 óra 43 perc van. Ma is valószínűleg rettentő meleg lesz. Ugyanúgy az elmúlt egy pár napba, hétbe. Visszajött ez a nagyon meleg, és a hajót még mindig nem adtam el, képzeld el. Vagyis eladtam, kétszer már majdnem eladtam, csak az a baj, hogy senkinek nincsen meg a pénze. Szóval eladtam, meg nem adtam el, ugyanis akik meg szerették volna eddig venni, azoknak nem volt meg az egész pénzük rá. Valaki ki akarta részletbe fizetni, de mondtam, hogy én nem vagyok bank, úgyhogy én nem adok részletet. Hogyha nincs meg a pénze, ugye akkor nem kapja meg a hajót. Jelenleg még mindig árulom, amúgy nem olyan nagy baj, legalábbis addig tudom használni, meg nem találtam még eddig olyan hajót, ami rettentően tetszene. Van egy hajó, ami nagyon tetszik, de az lent van Ausztráliában, Adelaide-be, ami rettentő messze van tőlünk, és a hajóhoz nincsen utánfutó, úgyhogy kellene bérelnem egy utánfutót, lemenni érte, hazahúzni, egy kicsit ilyen nehézkes. Az az egyetlen hajó, ami rettentően tetszik nekem, csak nagyon messze van. Úgyhogy ameddig nem találok itt hajót, addig legalább tudom ezt használni ugye a miénket, de előbb-utóbb biztos, hogy eladom, ugyanis majdnem minden nap kapok üzenetet, hogy akarnak jönni megnézni, megnézik, de valakinek túl pici, valaki mindig talál vele valami hibát, aki nem talál benne hibát, akinek nagyon tetszik, annak meg nincs meg rá a pénze. Na minden, úgyhogy majd biztos, hogy eladom előbb-utóbb. Na megérkeztünk közben, itt vagyunk kint a vízen, mutatom. Onnét jöttünk. Apukám is itt van, ott horgászik a távolba, nem is olyan túl messze. Hajót ide kikötöttem, erre a részre. Úgyhogy én azt mondja, először iszok egyet, és bejebb kell löknem. Ugye, és lehet látni a víznek az alját, hogy ezen az oldalt eléggé így kezd mélyülni, ugye arra feled az eleje. Így elég lassan mélyül, tehát nem fog tudni alá menni a hajónak.
bár megnéztem a vizet, rettentően ideg, te! Mondjuk azért hoztam el magammal ezt a ruhát, ezt a buvár, nem buvár ruhát végülis, mert a jetskire használtam, ilyen szörfös ruhát, ami nem tud ugye átmenni a víz, mert hát majd rajta a víz, akkor olyan mondom meg fog fagyni. Van vagy 30 valány fok ugye, de itt kint olyan szeles az idő, és nem érzed azt a 30 fokot. Tehát majdnem, hogy még fázol is, hogy belemész a vízbe és kijössz, majdnem, hogy fázol is. De napok közben próbálom nyitani a táskámat, látod? Csak egy kézzel nehéz, na várja, lerakjuk. Irádni a kamerát! Új! És felhúzom ezt a ruhát, látod, hogy kellene egy ilyen sapka is. És van ilyen sapka, ez a buvár sapka. Látod itt a ruha. Van ez a buvár sapka, amit fel tudsz húzni. És ugye le tudsz menni a víz alá. Hoztam a pipámat is. És a múltkor kivettem a hajóból. Szemegemet is. Aztán hozom ezt a... Mutatom micsodát. Addig ezt ide visszarakjuk. Ezt, látod, nem tudom, ezt minek hívják. Ezzel fogom, szokom általában tisztítani a hajónak ugye az alját. És, na minden. Ezt elrakjuk. Iszunk egyet. Aztán lehet, hogy lemerülök lesz. Lehet, hogy nem. Ha a víz, akkor nem megy bele. De először átöltözök. Nézd, itt jön egy kis ilyen motorcsónak. Ki emlékszik a régi zöld csónakunkra? Tavaly ugye volt, tavaly karácsonykor. Hasonló volt, mint ez. Nézd, milyen gyorsan megy. Gyorsabb, mint mondjuk a miénk. Amúgy van itt errefelé sok szép hajó. Szép nagy. Na mindegy, úgyhogy ide bemegyek addig, átöltözök. Ja nem, először visszakegyek, aztán átöltözök. És lemerülök. Beöltöztem, látod, felvettem a szép gumiruhámat, úgyhogy kicsit szoros mindenhol. Utoljára akkor volt rajta, amikor még jazzkésztünk. Ami azt sem most már egy éve volt. Na várj, becsatlom a hátul is magamat. Aztán viszem a pipámat, itt van apukám, szervusz. Viszem a szemvegemet. Pipámat. Csak először be kell vizezni. Aztán szóval megnézzük, milyen a víz, mennyire hideg. Azt mondta apukám, hogy nem olyan túl hideg, hogy már egyszer belemész. Na mindent, nézzük meg. Uj. Azt hiszem, hogy kezdem a lábommal. Az a baj a létrának, hoppá. A közepbe hiányzik. Ha benne a ruhád, akkor nem olyan vészes. Most patai. Na, nem vagyok. Szerintem azért még így is hideg. De hát lesz hideg ez a víz. Nem ér le a lábam. Ez a ruhán én azt mondom, hogy átjön a víz egy kicsit. Én nem kell mennem neki. Na mint benn vagy és elkezdesz mozogni, utána olyan vészes. Ugye először, amikor belemész. Szemüvegemet odaadom. Nem ér le a lábam. Pipa. Pipa. Ó, vissza kell akasztani a pipát. Kell a pipa? Nem. Akkor nem kell a pipa. Tudod mi kell? Az a misi-mosi. Hm? Az a misi-mosi kell. Ott van benne. Na már addig megfogom. Na. Na, így már nem olyan vészes végül is. Csak a első hét, ugye itt belemész. Nem a vödör, csak az a valami, amiben lehet mosogat. Megnézem. Nézzük meg, milyen a hajónak az alja. És nem olyan vészes, túl sok minden is volt, ugyanis egy hete tisztítottuk meg. Úgyhogy addig visszanyom a kamerát apukámnak, elkezdtem tisztogatni. Felnézzük, hogy mennyi ideig tart. Szerintem bele fog tartani egy jó kis időbe. Ide adom a kamerát neked. Szia!
Sokat tisztogatom egy ilyen fél órája. Aztán, hogy mi van itt? Vissza kell jönni legközelebb, és el kell hozni ezt a hosszú rudat, ezt a hosszú csiszolós valamit. Ilyen automosó végül is. Ugyanis lemegyek a vízbe, és a víz ugye össze-vissza visz mindenhova, amit tudtam. De rendesen nem tudom megtisztítani mindenhol. Megmutatom kb. Mit csináltam. Nem biztos, hogy sok mindent lehet látni. De megmutatom. Ennyit csináltam, sok minden nem lehet látni, végülis inkább ezt a felét tisztigattam, a másik felét, és valószínű, hogy valamelyik nap majd visszajövök. Rendesen nem tudom megtisztítani már. Na mindegy. Mi van, nem ideg a víz? Nem ideg már a víz? Már nem. Dehogy nem, csak nem érzed. Odaadtam apukámnak. Itt aztán, hogy koszosabb a víz a túloldal tisztább. Mi átmegyünk oda. Nem tudom, hogy miért. Ilyen hínáros vagy valami van itt a víz alatt. Át kell menni oda a túloldalra, én azt hiszem. Amúgy anyukám, amik ott laknak. Abban a házban ott valahol. De nem vagyok ilyen túl messze. Kikötőtől egy ilyen 20 perccel vagyunk körülbelül. Hajóval, autóval meg 2 perc körülbelül. Hogy megjött a turista hajó, hozta sok ázsiai turistát, mutatom, ott szembe, minden nap itt vannak. Tehát is itt voltak, mikor kijöttünk, na majdnem nem mondtam. Azt hiszem, jól elvitt a víz. Elvisz a víz. Vissza kéne úszni. Én szerencsé tudunk úszni. Csak cápa ne jöjjön. Múltkor megint valakit megharapott a cápa itt a parton. Hol a van? Na, hol a hal? Én nem látom. Na, vissza kéne lenni egy kicsit a hajóhoz közelebb. Jövök. Azt hiszem, kell velem egy ilyen profi békatalpot meg hasonlót. És azt mondja, hogy a szemvegen eredte egy kicsit a víz és belemegy az óromba. Békatalpon meg nincsen. Úgyhogy majd valamit kell néznem. Na, annyira vissza a víz, megérek. Látod visszajönni? De megjöttem. Úgyhogy most kimászok. Az a jó. A létránk az alsó fele legalább megvan. Csak a felső fele hiányzik, vagyis közepe. Nagy jöttünk. Mit? Pipát, ja. Jött a pipa. Kell a GoPro is? Mi? Kell a GoPro is? Köszönöm, kipróbálom. Kipróbálod? Jó. Ott egy víz. Nem jó. Na, most talán jobb. Hát jó, kívül van. Kívül van. Megtisztítem egy kicsit a tefét is itt a hajónak. Aztán hogy megyünk valamelyet tovább, 10 óra 17 van. Még mindig van időnk. Átöltözöm aztán. Kell a kamera? Majd még mindig próbálsz? Jó, én alig ide bejövök. Addig átöltözök. Ah, hova üljek? Nem akarok összevizetni semmit. Ide ülök a WC-re. Nincs itt WC! Hoppá. Szőnyegre. WC nincs, a WC az oda menne. De jelenleg ott nincs WC, úgyhogy ha valakinek kell menni WC-re, azt a vödröt ott lehet használni. Vagy belemész a vízbe. Attól ugye mit kell csinálni. Már addig még szerencsére senki nem kellett menni. Aj te. Na. És én átöltözök. Apukám még mindig oszt valamit. Látom, hogy csinál? Meg kéne tisztítani az ablaküveget is. Olyan néz, kicsit sós. Na. Na, átöltöztem. Apukám kijött a vízbe. Olyan kicsit megtakarítjuk a kamerának az elejét, olyan, mintha nem lenne tiszta.
Na, talán most jobb. Ezt szépen visszatesszük. Aztán ide leülünk. Na, látod, azért jó, hogy tár tudok öltözni. Átvettem ugye a vizes ruhámat. És ugye nem kellett kínálni, mindenki lát. Nem tudom, egy pár ember itt van ezen a környéken. Tehát is senki nem volt tiszta, üres volt az egész. Ugye ma vasárnap van nálunk is. És gondolom több ember kijött. Amúgy látod, elég nagy ez a kabin, csak az a baj, hogy ha többen bent vagyunk, akkor nem férünk el. Ilyen egy személynek, max kettőnek így elmegy. Itt már el is tudnánk rajta aludni, itten főzni, majd a héten lehet, hogy veszek egy ilyen főzőt, oda rakjuk, vagy oda kívülre ilyen barbecue-s valamit, ha lehet ugye sütni, és kijövünk egész napra. Nem kell hazafutni, ugye ebédelni, nem itt ugye tudunk valamit csinálni, de azért akarunk végül is egy nagyobbat, hogy el tudjunk menni egy éjszakára, vagy kettőre az egész családdal. És na mindegy. Lehet, hogy csak jövő nyáron lesz belőle valami. Ugye a lábomat látod, meg nem vágtam. Ott nem tudok úgy elmenni sehova, le is hajózni, hogy valahogy ne vágjam el a kezemet vagy a lábomat. Mindegy, nem olyan túl vészes. Raktapaszt azt ma nem hoztam. Na, iszunk megint valamit, felveszik a szemeget. Amúgy ma nem tudom, láttad-e vagy nem. Ezt a Chicago Bulls-os sapka van rajtam, amit úgy kaptam. Nem mástól, mint az Ádámtól. Úgyhogy még egyszer köszönöm neked, Ádám. Ugye tavaly, nem? Nem, most már tavaly előtt, mert 2019-ben akkor kaptam. Ugye, amikor meglátogattak minket, és na ugye, iszunk egyet, mert kezdek szomjas lenni. Nem tudom, mit lát, meg itt nem ott ezek az turisták, próbálják a pelikánt filmezni. Oda menni hozzá, de félnek tőle mindenfele. Ott van szemben. Ezek még mindig azok a kínaiak ott azzal a hajóval. Minden nap, ahogy mondtam, jönnek ide. Mármint minden nap más turista jön, ugye? Csak a hajó jön minden nap ide. Pelikán meg kéreget gondolom valamit enni. Itt is megállt valaki mellettünk. Na mindegy, kiülünk ide. Legalábbis én kiülök. Felmelegszek. A nadrág meg kicsit vizes. Hogy van szép ilyen útfajta gatyám, látod? Közben nézem a telefonot, és valaki üzent a hajóra megint. Mindig valamit kérdeznek, de mindig ilyen putaságban kérdeznek. Na mindegy. Úgyhogy felveszik a szemeget. Nem hiszem, hogy már fogunk egyet úszni, max legyünk egy kört. Apukám mindjárt belesik a vízbe. Nem valószínű. Nem? Múltkor két óra belestem a vízbe. Nem is egyszer, hanem egyszer estem bele, aztán majdnem még egyszer. És csináltam, mutatom, mit csináltam. Próbáltam kihajulni itt a kötélem kívül, én itt bentről kívül, hogy hozzak fel vizet. A kötél képzelően elszakadt, én átfordultam és paf, belestem a vízbe. Nem kis víz volt, hanem elég ilyen mély víz volt, úgyhogy átfordultam, mert visszaúztam a hajóhoz, nem lesz semmi baj. Jöttem a túloldalra, mi azt nem akartam csinálni ugyanott a túloldalra, hogy húzok fel vizet, és a kötél pont puf, elszakadt, az volt szerencse, hogy fogtoszkodtam abba a fém valamibe, és nem estem bele. Szerencsé. Nem box, leütöttem magam egy kicsit, úgyhogy megiszom az italomat, és megyünk most valamerre, azt hiszem. Jöttünk egyet tovább, mutatom, erre járunk. Egy ilyen öblös része jöttünk ide be, itt egy ilyen strandi rész. Aztán itt jobb oldalt van ilyen sok hajó, szép nagyok, kisebbek, vitorlások, mindenfajta. Arra hátrafelé, mégis oda nem lehet, be lehet oda menni, de ott a, nem, csak meg kell fordulni, a víz nem menjön itt sehova. Vagy mondtam, ilyen öblös rész. Sokkal lejönnek ide ugye strandolni, úszni, főleg ugye hétvégén, így vasárnap. Van, oda néz az ekkor egy hajó. Azt mondom, kifordulunk innét, elmegyünk közelebb ahhoz, megnézzük, az is mekkora. Amúgy itt csak 24 órára lehet megállni, törvény szerint, bár ezek a hajók már régóta itt állnak.
tényleg az egy ilyenek, ilyen régebbiek. Ezek az újabb, ugye biztos, hogy jönnek-mennek, de sokkal ember itt rajtul, akik be. Mekkora, oda nézzük. A miénk az ilyen kis sónak mellette. Na, ilyen drága lehet. Na mindegy, kimenjünk ebből az öblös részbe. De rettentő jól néz ki. Bár ahogy mondom, nem hiszem, hogy elmerném elvezetni. De nagyon tetszik. Amikor egy festés ráférnén, azt hiszem. Azta, te! Szerintem ezen laknak, ki van rakva rá minden. Na mindegy, itt a lejárom. Szemben ott a Seaworld, hogy ez a vízi vidám park. Megfordulunk, aztán mi elmegyünk visszafele. Körüljön! Ilyen fél óra körülbelül, mire visszaérünk a kikötőbe. Attól ugye milyen gyorsan megyünk. A átlag sebesség legyen fél óra. Úgyhogy majd folytatjuk tovább. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, közben le is zuhanyoztam. Meg is ebédeltem és meg is borotfálkoztam. Már egy kicsit kinyitjuk ezt az ablakot. Ezt a redőnyt, hogy több fény legyen. Meg kell törölni. Na, most aztán jó. Még nem mostam meg a GoPro-t, csak magamat mostam meg. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem. Ahogy mondtam, a jövőben biztos, hogy lesznek videók a jövőben is, de nem tudom, hogy jövő héten, hétvégén megint lesz. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Lehet, hogy lesz egy kis szünet, így a videózásból tartok egy kis szünetet, majd meglátjuk. De amint valami érdekes dolog történik, ugye biztos, hogy le fogom filmezni, csak lehet, hogy ilyen rövidebb vagy hosszabb szünetet tartok. Vagy nem, majd meglátjuk. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól függ, hogy mikor néztek, azt szoktam mondani. Sziasztok!